Jó hangulatban telt a TSC szerda délelőtti edzése. Már a csapattal edzett a topolyaiak új igazolása, Szőke Adrián is. A moholi születésű játékos nagy előrelépésnek tartja, hogy a szerb élvonalban szerepelhet. Ami tény az, hogy egy MB2-2-es csapattól, ami feljutásra esélyes, onnan egy szerb első osztályba a harmadik helyzethez sikerült eljönnöm, ami nagyon megtisztelő, és aminek nagyon örülök, hogy itt is megpróbáltam és teljesíthetek, mivel ugye Diósból kölcsönbe jöttem. Követtem a topolyát, mindig is követtem igazából, régóta voltam itt. Mondhatom, hogy 10 éve ezelőtt, még mikor itt játszottam fiatalon, akkor voltam itt legutoljára, de nagyon sokat fejlődött minden, és eddig nagyon jó benyomásra így elsőre. A TSC egyébként Szőke mellé két másik játékost is igazolt a téli szünetben, ők a középpályát erősítik majd. Középpályások Cvetinovitja, Kragyováci Radnicskiból, valamint Radin, akit Grúziából hoztunk vissza. Mind a két játékos komoly hazai, valamint komoly külföldi karriert is maga mögött tud, és nem hiába esett rájuk a választás, mert hosszabb ideje már követtük őket. Ami pedig a támadót illeti, az pedig Szőke Adrián, őt kinéztük magunknak már fél évvel ezelőtt, sajnos nem sikerült elhozni, akkor a Diósgyőrbe ment, oda igazolt, és hát most úgy láttuk, hogy itt a momentum, amikor el tudjuk hozni. Nagyon fontos számunkra, hogy ő vajdasági születésű gyerek. Azt mondom, hogy idáig, amit a karrierje során elért, az már komoly. A topolyaiak pénteken Törökországba utaznak, ahol 4 felkészülési meccs is vár rájuk. Többek között a Debrecennel is összecsapnak majd. A szerbiai labdarúgó élvonal február 4-én folytatódik.